Ránkrotottak a kommandósok. Körülbelül egy órával ezelőtt kapott riasztást a TEK központi ügyelete, miszerint a Műszaki Egyetemnek az egyik előadójában egy fiatalember fehér fürdőköpenyben ül a hallgatók között, és egy fegyvernek látszó tárgyat, ami tulajdonképpen egy fegyver, kirakott az asztalra. Nem fenyegetett senkit, nem emelte fel a fegyverét, de az asztalon volt a fegyver. Mindenki tudta, hogy ez nem fegyver igazából. Letette az asztalra, nem tudom, egy igazi fegyvert, mennyire tenni ki az ember csak az asztalra. 3 perc volt a kicsengetésig, 3 perc alatt kellett megtervezni, majd behatolni az előadóba és elfogni a fiút, mielőtt a 100-150 hallgató körülbelül kijön és elvegyül a fiú köztük. Vagy adott esetben használhatta volna a fegyvert. Semmit nem tudtunk. Aztán akit meg elvittek, igazából gólya csataforgatás volt, tehát engedéllyel forgatott, és Jedinek volt öltözve, tehát nem tudom, ki gondolta veszélyesnek. Kiderült, hogy nem igazi fegyver, tehát nem valódi fegyverről beszélünk, ahhoz megszorolásig hasonlító, tulajdonképpen egy játék, vagy valamilyen hatáslantott fegyver. Meglepő volt, főleg amilyen erőkkel kivonultak mindent, tehát itt egész utcán az elves végig rendőr autókat. Én először azt hittem, hogy vicc, aztán láttam az igazi fegyvereket, és akkor úgy kicsit megijedtem. Kiküldtek innen, hogy állítólag akkor még, amikor jöttünk, akkor nekünk még olyan is volt, amikor még nem közöltük velünk, hogy ez játékpisztoly volt, hogy elvileg kilőhetnek az épületből, ezért mindenkit innen elterelt. Igen. Úgyhogy elég para a helyzet volt. Van-e szankció téves riasztás esetén, hiszen ez nyilván nem olcsó egy ilyen. Nem, azt gondolom az egyetem meg fogja tenni a megfelelő lépéseket, illetve a kerületi rendőrkapitányság vizsgálja az ügyet, és utána ebből lesznek nyilván valamilyen ügy, amiben valószínűleg a fiatalembert el fogják marasztalni. Nagyságrendileg mekkora összegről van szó? Még esetleg kérdésük? Nagyságrendileg mekkora összegről van szó? Köszönöm szépen!